Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Szádeczki István vagyok, a Precision Planting régió vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljönnek és megtiszteltek bennünket a figyelmükkel. Ugye ez az előadás a Precizitás alapjai címet kapta. Az elkövetkezendő két napban nagyon sok érdekes és tanulságos előadást fognak hallani a legmodernebb technológiákkal kapcsolatban, de én most mégis arról szeretnék beszélni, hogy mennyire fontosak az alapok, hogy arra tudjunk építeni erre a modern technológiának a segítségével. Ugye, ha valaki még nem hallott volna a Precision Plantingról, néhány mondatban szeretném bemutatni a céget. Ez egy amerikai székhelyű agrártechnológiai vállalkozás, aki kimondottan a vetésre fókuszál, és a vetés során előforduló hibákat kutatjuk. Azokat a hibákat, amik nekünk a későbbiekben terméskiesést fognak okozni. És ezekre a hibákra próbálunk technológiai megoldásokat találni. Ugye a cégnek az egyik mottója, alapelve a minden mag számít. Hiszen a vetés célja az, hogy ezt a magot mi úgy tegyük bele a talajba, hogy az a mag ki tudja magából aknázni a benne rejlő genetikai potenciált. Ugye szoktunk viccelődni termelőkkel, hogy mindenkinek megvan az esélye az adott évben a rekordtermésre, egészen addig, amíg a vetőmag és a műtrágya benne van a zsákban. Onnantól kezdve, hogy kibontjuk a zsákot, jönnek a problémák, és a terméspotenciál folyamatosan zuhan. És ugye mi az út efelé a maximális terméspotenciál felé? Az egyik legfontosabb értékmérője a sikeres vetésnek a robbanásszerű, egyenletes kelés és az egyöntetű állomány kialakulása. Hiszen mi fog történni, hogyha úgy kell az állományunk, mint az orgonasíp? Ezek a növények onnantól kezdve, hogy mi a magot beletettük a földbe, egészen az aratásig folyamatosan versenyeznek a szomszédaikkal. Próbálják egymástól elvenni a fényt, a levegőt, a tápanyagot, a nedvességet. És hogyha az egyik erősebb lesz, mint a szomszédja, akkor bizony igenis azt a gyengébb szomszédot egész évben aktívan próbálja majd elnyomni. És ha a kukoricát vesszük példának, nagyon fontos az, hogy a vetés jól sikerüljön, és ne tegyük ki felesleges stressznek azt a fiatal növényt. Hiszen a V4 és a V8 közötti fenológiai fázis között van egy nagyon fontos pontja a növény életének. Ugye itt a V4 és a V8 a növény levélválainak a számát jelöli. Ugye eddig a pontig úgymond megalapozzuk a terméspotenciálunkat, és ettől a ponttól kezdve úgymond csak megpróbáljuk védelmezni ezt a terméspotenciált. Ugye mire gondolok itt? Körülbelül V3-nál 3 leveles állapotban elfogy a magban tárolt energia, tápanyag. Onnantól kezdve a növény magára van utalva. V4 környékén már megjelennek a gyökérszőrök, és itt elkezdi felvenni a növény a talajból a tápanyagot és a nedvességet. És itt fog meghatározódni az, hogy hány darab sorunk lesz azon a csövön. Nem mindegy, hogy 16, 18 vagy 20 sorban hízlaljuk azokat a szemeket. És ezek mindig párosan vannak, tehát ha jó munkát végzünk, akkor 2 sort nyerünk, ha rossz munkát végzünk, akkor 2 sort veszítünk. 6 leveles állapotban pedig itt már ugye aktívan fotoszintetizál a növény. Itt már a gyökérzet elérhet akár 45 cm-es átmérőt, és akár 60 cm-ig is leérhetnek a gyökerei. És ez az állapot, amikor eldől, hogy hány darab köröm lesz azon a csövön. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy adok-e elegendő önbizalmat annak a növénynek az élete korai szakaszában, hogy ő igenis megmerje célozni ennek a maximális genetikai potenciálnak az elérését. Ugye, mik az alapjai ennek a potenciálnak? Először is úgy szeretném beletenni azt a magot a talajba, hogy azt vegye körül talaj, semmi más. Ne legyen mellette levegő, ne legyen mellette szármaradvány. És olyan talaj vegye körbe azt a magot, aminek megfelelő a hőmérséklete, a nedvesség tartalma, és olyan a szerkezete, ami elősegíti a gyökérzet növekedését, nem pedig gátolja azt. Ugye milyen tényezők szokták keresztül húzni a számításainkat? Először is ott a szármaradvány. A talaj felszínén a szármaradványnak nagyon sok fontos, jótékony tulajdonsága van. Ugye, tudjuk, hogy árnyékolja a talajt, segít megtartani a nedvességet, és segít megvédeni a szerves anyagunkat a káros UV-sugárzástól. De onnantól kezdve, hogy az a mag mellé kerül, vagy belekerül a magárokba, nagyon sok problémát fog nekünk ott okozni. Ugye egyértelműen fizikai akadályt tud képezni a fejlődő növény számára. Amikor elkezd bomlani, nedvességet és tápanyagot fog elvonni a magárokból, a magtól, és mindeközben olyan káros toxinok kerülnek kibocsátásra, amik lassítják, vagy meg is gátolhatják a csíranövény fejlődését. A következő probléma, amivel nagyon sokat találkozunk, a nyitott magárok. Szinte nem beszéltem még olyan termelővel, aki nem találkozott volna ezzel a problémával. Nem sikerül lezárni a magárkot, a magot nem talaj, hanem levegő veszi körül, a nyitott magárok gyorsan szárad, helyt ad a károkozóknak, a kártevőknek, és hogyha esetleg van még egy komolyabb esőzés, lejtős területen vetés után, akkor még akár mageróziót is tud okozni. Ugye összemossa a magot az alacsonyabb területekre. Tehát szeretnénk, hogyha az a magárok vetés után szépen le volna zárva. Ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy a felszínen minden rendben van, úgy tűnik, mintha sikerült volna lezárni a magárkot, de ugye itt csak a magároknak a tetejét sikerült összecsuknia a lezárókeréknek, és a magárok alján az ásáskor mi mindig megtaláljuk a levegőbuborékot. Tehát a magunkat megint csak levegő veszi körül, és a fiatal gyökerek képtelenek légtérben növekedni. Ugye szintén komoly probléma az, amikor nem tudjuk letenni azt a magot a magárok aljára. Kopottak a vetőtárcsák, könnyű a vetőkocsi, kemény a talaj, nem tudjuk megnyitni a magárkot megfelelő szögben. És elképzelhető, hogy az a mag nem ér le a magárok aljára. Megint csak mi történik? Ott marad a levegő a magunk körül. Tehát ha már egyszer beletesszük azt a magot a magárokba, győződjünk meg róla, hogy az el is fogja érni annak az alját. És ugye ezt mindenki ismeri, az egyenetlen vetésmélység. Ősszel, aratás előtt nagyon sok olyan napraforgó és kukorica növényt ásunk ki, ahol egyik-másik kisebb a szomszédainál. És ezeknél a kisebb növényeknél mindig megtaláljuk azt, hogy 1-1,5 centivel sekélyebbre sikerült őket vetni. És hogyha azon a vetésmélységen az a mag már nem talál nedvességet, lassabban kezd el csírázni, lemarad a fejlődésben, kisebb csövet fog nekünk hozni. Ugye itt a kérdés, hogy mi okozhat ilyen rövid területen, ekkora vetésmélységbeni eltéréseket. Tegyük fel, hogy nincs elegendő súly azon a vetőkocsin. Keményebb a talaj, gyorsabban vetünk, nem tudunk elegendő leszorító erőt kifejteni a vetőkocsira, és úgymond pattogni fog a vetőkocsink. Ugye ez egyből két problémát okoz. Egyrészt egyértelműen, ha megemelkedik a vetőkocsi, veszítünk a vetésmélységből. Másrészt a könnyű vetőkocsi nem tud megfelelő magárok falat kialakítani. És hogyha nem tudja megformázni a magárok falát tökéletesen, ahogy elhaladt a kerék, a magárok azonnal beomlik. És ugye a beomló magároknál a probléma az, hogy a felülről lepotyogó, szárazabb törmelék fog a magunk mellé kerülni. Tehát egyből betesszük a remélhetőleg nedves vetési mélységbe a száraz felszíni talajt. És látjuk itt, hogy ahogy omlik be a magárkunk, a magkilépési pont mögött a mag valószínűleg nem a magárok aljára fog érkezni, hanem véletlenszerűen valahova a törmelék tetejére. Tehát igenis, növény és növény között tudunk elérni könnyű vetőkocsival vetésmélységbeli eltéréseket. De mi történik, hogyha ennek az ellenkezőjét érjük el? Túltömörítjük a magárkot. Ilyenkor mi történik? Összenyomjuk a szilárd részeket, a szerves anyagot és az ásványanyagot, és nem marad hely a víznek és a levegőnek. Tehát effektíve képzünk egy falat a mag körül. És ugye ezen a kemény falon nehezen fognak tudni keresztül hatolni a növénynek a fiatal gyökerei, nem fognak hozzáférni a kellő tápanyaghoz, nem fognak hozzáférni a nedvességhez. Lemaradnak a növésben, kisebb termést fognak hozni. Ugye, aki már ásott magot tavasszal, az biztosan látta azt, hogy mint a malac farka meg van tekeredve a fiatal csíranövény a magárok aljában, kereste a kiutat, nem találta meg, elfáradt, feladta a harcot. És ugye azt ne felejtsük el, hogy a tömör magárkot lezárni is nehezebb, és ugye megint csak levegő marad, kemény talaj marad a mag körül, és ugye, hogyha szenved a gyökér, az kihatással lesz majd a termésünkre is. Ugye látjuk itt egy nehéz vetőkocsi, tavasszal előfordulhat, hogy nedvesebb a talaj, mint a kelleténél, taposásra érzékeny talajon vetünk, és túlságosan megtömörítjük a magárok falát. A következő nagy probléma, amivel sokat találkozunk, az egyenetlen maglehelyezés. Tehát szeretnénk azt a magot egyenletesen lehelyezni. Nem szeretnénk duplázni, kihagyni, és lehetőleg egyenletes tőtáveloszlást szeretnénk elérni, hiszen szeretnénk meggyőződni arról, hogy minden érőhelyre tegyünk egy magot, de csak egy magot. És szeretnénk, hogyha egyenletes életteret kapnának azok a növények. Ugye vetéspontossági problémák, tőtáveltolódási problémák nagyon sokféle dologból eredhetnek, de ennek az egyik leggyakoribb oka, és amire nagyon keveset gondolunk, azok a nagyon egyszerű műszaki problémák. Ugye mi történik, hogyha nem figyelünk oda a paralel karokra? Azokra a karokra, amik a vetőkocsit hozzá rögzítik a vetőgép vázához. És ugye ezek a perselyek megkopnak. Mi történik? A vetőkocsinak lesz egy játéka. És képzeljük el, hogy ha azt a vetőkocsit mi kézzel tudjuk mozgatni, milyen erőhatások fognak fellépni azon a vetőkocsin vetés közben, amikor 8-10 vagy akár még magasabb sebességgel vetünk azzal a vetőgéppel. Ugye nem szeretnénk mi azt a vetőkocsit rugdosni úgymond munka közben, hiszen mi történik, hogyha káros fizikai behatásnak tesszük ki a vetőegységet? Előfordulhat, hogy az a mag nem ott fog lepottyanni a furatról, ahol annak kellene. Tehát mi szeretnénk irányítani a vetés folyamatát. Az a mag ott hagyja el a furatot, ahol én azt megparancsolom. Ne ott, ahol egy fizikai hatás úgymond lerúgja a helyéről. Mert akkor egyértelműen duplázásokat, kihagyásokat, tőtávbeli eltolódásokat fogunk elérni. És ugye itt még egész délután tudnák erről a témáról beszélni, de az időhiányra való tekintettel most meg szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek bármi kérdése, és hogyha a kérdés az, hogy ezeket a problémákat mi hogyan tudjuk orvosolni, akkor kérek szépen minden érdeklődőt, hogy látogasson el a standunkra, és beszélgessünk egy jót a vetés technológiáról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!